Vendégeink Molnár Kornélia, az országos tiszti főorvos helyettese, és Lenkei Gábor vállalkozó, aki étrend kiegészítőket készít és forgalmaz. Jó estét mindkettőznek. Ügyben igen, csak illetékes egészségügyi minisztériumot nem tudtuk rávenni, hogy képviseltesse magát. Akkor kérdezem önt, hogy akkor mégis a vizsgálatuk mit állapított meg, milyen eredményekkel járt a vizsgálat? Akkor most Baló úr, mint megrendelő, felment engem a megrendelő védelme alól, és lehetővé teszi, hogy a vizsgálat eredményét... Ki vagyok én, aki feltömít, mert fel van, tessék, felmentettük. Aki bocsássam. Megrendelte a vizsgálatot. Hát mondjuk a szerkesztőség, igen. Igen. Tehát lényegében a vizsgálat eredménye kettő irányban mutatott eltérést. Egyrészt az A-vitamin tartalma az a kevesebb, mint ami feltüntetésre került a feliraton. Ezzel tehát a fogyasztókat megtévesztette a forgalmazó. Lényeges, hogy mennyivel kevesebb? Nem lényeges. Ennek egészségkárosító hatása nincs. Ez a terület a fogyasztóvédelemre tartozik. Nyilvánvaló, hogy a fogyasztóvédelem értesítése után az a hatóság fog eljárni. Ami viszont problémás, az a B és E vitamin tartalom, ami viszont magasabb a megengedettnél, és ez viszont már egészségkárosító hatás. Mennyire ezt valahogy meg kéne, hogy magyarázza? Lényegében ugye akkor, amikor mi véleményt mondunk, és az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet is véleményt mond, megvizsgálja azt, hogy a terméknél mennyi az ajánlott napi dózis, és megvizsgálja azt, halljuk, hogy ez a... Bocsássa meg, akkor halljuk. A megengedett napi dózis belefér-e a legmagasabb biztonságos szintbe. Ez pillanatnyilag... Bocsássam, egy pillanat, rögtön önni lesz a szó, megérem, hogy tartósan önni lesz a szó. Ja. Tehát itt egy hétszeres nagyságrend. Hetesszeres? Eltérést is talált. Tehát hétszer annyi van, igen, benne, mint a maximális, a javasolt, maximális biztonságú napidó. Ez egészségkárosító hatás? Egészségkárosító hatás. Kettő ilyen vitamin van, vagy egy? Kettő, a B és az E vitamin. B és az E vitamin, tehát a hétszeres, az A vitaminből valamivel kevesebb, mint írtak, az nem egészségkárosító. Az nem egészségkárosító. Önni a szó, köszönöm a türelmét, parancsoljon. Nagyon jó volt a felvezetés, és nagyon jó volt, amit a főorvos asszony mondott szintén. Látszik, hogy ezen a területen hatalmas zűrzavar van. De van egy nagyon fontos dolog. Nincs zűrzavar a tudományos adatok területén, és nincs zűrzavar a jogi szabályozásban. Zűrzavar a fejekben van, és hagy reagáljak arra, amit a főorvos asszony mondott. Kéne. Tehát igen. Világos? Igen, hát igen, nem igen. Az Európai Uniónak van egy élelmiszerbiztonsági hatósága. Ez a legmagasabb szintű hatóság az Európai Unióban. Az ANTS ebből a szempontból egy alárendelt hatóságnak számít. Az nem biztos, bocsásson meg. Azt értem, hogy ez a legmagasabb rendű, hogy az ANTS alárendelt vagy nem, az egy picit várjuk. Kiadta azt a tudományos anyagot, aminek az a címe, pontosan amiről főorvos asszony beszél, tolerálható legfelső szintek a vitaminoknál és az ásványi anyagoknál. Igen. Ebből nagyon egyértelműen kiderül, hogy három vitamintól eltekintve, az összesnél a megállapítása ennek az, hogy legfelső biztonságos szint nem állapítható meg. Melyik az a három? Már is mondom, pont amiket a főorvos asszony vitat, tehát nagyon jól vezette fel, és mindjárt mutatom egy pillanat. Igen. Na most ez nem szabályozás, ez vélemény, hogyha valaki felüti, akkor egyértelmű, hogy ez vélemény. Ez nem törvény, nem rendelet, nem korlátozás. Valóban találtak, például a B-vitamin az ugye egy átfogó fogalom, de a B6 vitaminra gondolt főorvosasszony. Megnéztem, hogy mit írnak. Igen. Valóban, ha a B6 vitaminból valaki a bizottság által javasolt adagnak a 400-szorosát veszi be, vegyünk egy példát, valaki megeszik, egy pillanat, hagyd mondjam végig. Persze, végig mondja csak. Három tölteléket tud megenni töltött káposztából, és lenyomok a torkán 1200-at, természetesen egészségi problémái lesznek. Ez nem ezt kérdés, 400-szoros adagról van szó. Ezt én értem, és az a gond, mert ne haragudjon, ezt én értem, amit elmondott tényleg. Igen? Ez a hatóság, ez Magyarországon nem hatóság. Magyarországon a hatóság az ANTS. Én nagyon sajnálom, de hát jogilag, mert ne, ő azt mondta. Tévedés. Nem, ez a hatóság Magyarország... Bocsánat, tévedés. Mondja, tévedés. Ez az Európai Unió legmagasabb szintű hatósága. Hiába az a legmagasabb, az ANT, ez a felelősség. De ez a tudományos bizonyítékok, tehát ez nem veszélyes. Itt vannak a tudományos bizonyítékok. Ha felorvos azt, hogy nem tudom, például arra gondol, hogy az E-vitamin mondjuk, mint zsírban oldódó vitamin felhalmozódik például,
Lehet, hogy erre gondol? Nem tudom. Engem meg... Való úr hívott ja, meg bocsánat, itt interjúban. Tessék mondani, mire gondolom. Például, tessék megkérdezni, akkor például erre gondolom. Mire gondolom. Parancsoljon. Akkor, amikor az OJT notifikálja az egyes étrend kiegészítőket, akkor különböző szempontokat vizsgál meg. Ez így van. Ugyanabban a folyamatban. Megvizsgálja azt, hogy feltüntetésre került-e a dokumentációba a pontos összetétel. Így van. Megvizsgálja azt, hogy az étrendkiegészítőbe szereplő ásványi anyagok, vitaminok, azoknak a vegyületei pontosan milyen mennyiségben találhatók. Megvizsgálja azt, hogy ezeknek az anyagoknak a mennyisége, a napi ajánlott mennyisége nem többe, mint a legmagasabb biztonságos szint. Igen, hát erre hivatkozik a főorvosasszony is. Megvizsgálja azt, hogy, jó, egyről beszélünk. Hogy az étrendkiegészítőkben található-e olyan növényi összetevő, ami káros hatású a szervezetre. Azt megvizsgálja azt, hogy... Ezt értjük, ne haragudjon, azt kellene megértenünk, hogy a Lenkei úr által emlegetett hatóság ütőképes Magyarországon, vagy önök? A hatóság Magyarországon a tiszti orvosi szolgálat, mint egészségügyi ezt hatóság. Ezt szerettem volna óvatosan mondani. Igen? Ezt én értettem. Van, tehát az önök szava döntő erre hivatkoznak. Így van, a mi szavunk a döntő ebben, és nem véletlen, hogy mindazok a lakossági figyelemfölhívások felkerülnek az OJT és az ANTS honlapjára, amivel a lakosságot arra figyelmeztetjük, hogy nagyon körültekintően járjanak el akkor, amikor ezekkel a termékekkel, az étrendkiegészítőkkel... Hát az teljesen rendben van, de az, amit önök vizsgáltak, azt szeretném érteni, azt önök szerint be kellene tiltani, tehát a Lenkei doktor ezt nem forgalmazhatna? A következő lépés az, hogy mi, mint hatóság, a piacfelügyeleti eljárásunk vonatkozásában, a területen megnézzük, hogy a kifogásolt összetevőjű étrendkiegészítők ott vannak-e. Hát körülbelül mennyi idő lesz, míg ezt megnézzük? Ez a jövő hét, ha és most utána kapunk, mi történik? Utána két irányba megy a folyamat, mindaddig, amíg a folyamat le nem zárul, mert most azért benne vagyunk egy folyamatban az étrendkiegészítőkkel kapcsolatban, ezekre a termékek zárulásra kerülnek. Tehát nem forgalmazhatók. Bocsásom, mert bemegy a boltba és összeszedi a Lenkei doktor termékeit? Így van, pontosan. Ehhez van joguk? Van jogunk, és ilyen eljárást folytattunk is. Uh-huh. Sajnos nem minden esetben volt együttműködő az ottani kereskedő, sok esetben rendőrségnek a segítségét kellett kérni. De önöknek joguk van rendőri segítséget igénybe venni, így ahhoz, van. Hogy ezt elvigyék. Hatóság, nyolc hatóság együttműködésének része erre, a rendőrségnek. Ha erre a Lenkei doktor azt válaszolja, vagy azt lépi. Nem visszük el, záruljuk. Ja, zárulják. Záruljuk. Hogy megváltoztatja egy kicsit összetételt, és más papírba, más dobozba újra beadja az OJT-nek, és újra elkezdi árulni. Mi történik? Ugye Lenkei úr folyamatával kapcsolatban nem mondhatok semmit, mert jelenleg is eljárás alatt van.